lesz alumnusait, az ELTE diplomásokat és hallgatókat. Köszöntöm köreinkben dr. Mezei Barna professzor urat, az ELTE rektorát. Sajel Gyula doktort, az ELTE kancellárját. A rektorhelyetteseket, az egyetem korábbi rektorait, vezetőit, valamint Szapádi György konzisztóriumi elnököt. Külön köszöntöm mai előadónkat, dr. Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, és Glac Ferenc professzort, korábbi elnököt. Az alumni szervezettel, a jelenleg 16 alumni tagozattal valamennyien azon fáradozunk, hogy az ELTE diplomások köre számára olyan programokat tárjunk fel, szervezzünk vagy támogassunk, melyek kari hovatartozástól függetlenül akár is érdekesek lehettek számukra, lehetőséget adnak találkozókra, tudásmegosztásra, és közvetítik feléjük továbbra is az ELTE szellemiségét. Újonnan induló programsorozatunk egyike a mai ELTE sikerek előadássorozat, melyen az ELTE falai közül kikerült hírneves alumnusok emlékeznek vissza munkásságukra, osztják meg velünk jelen törekvéseiket, azokat a gondolataikat, amik kialakultak bennük a sikerről, karrierépítésről, az igazi értékekről. Terveink szerint ez a sorozat végtelen. A sorozat létrejöttében köszönet illeti meg hathatós támogatásáért az ELTE rektorát, egyben az alumni tanács és az ELTE alumni alapítvány elnökét, az ELTE kancellárját, továbbá dr. Kisfaludi András rektorhelyettest, az alumni bizottság elnökét, a 16 alumni tagozat képviselőit, dr. Babos János szolgáltatóközpont igazgatót, az ELTE intézet és intézményvezetőket, a kommunikációs irodát, az alumni központos munkatársaimat. Külön köszönet illeti a sorozat védnökeit, az ELTE alumni alapítvány kurátorait, Béres Józsefet, Bojár Gábort, Kelevéz Ágnest, Raudi Adriánt és Honti Máriát. Végül, de nem utolsó sorban dr. Hudec Ferenc korábbi rektort, az alumni élet elindítóját, akinek az alumni életről való nagyévű elképzelései jelen előadássorozatot is megalapozták. És ezzel szeretném átadni a szót az ELTE rektorának. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ide az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése nevében, és persze a magam nevében, mert hogy én ezt egy rettetesen fontos pillanatnak tartom. Sok-sok rendezvény volt már, hiszen évek óta, amióta Hudec Ferenc rektor úr megálmodta ezt a szervezetet, amit nagyon nehezen tanultam, hogy miért mondjak én alumnit, mikor mondhatok öreg diákot is, de aztán fölvilágosítottak, hogy jó-jó, hogy magyar, de az inkább a középiskolásokra érvényes történet. Megtanultam az alumnit és az alumnuszt, és szerveztük, csináltuk ezt a mozgalmat, programokat, rendezvényeket hoztunk össze, de most valami nagyon új történt azzal, hogy Pataki Csilla belépett a szolgálatba, és elkezdte nagyon szervezni az alumnit. Persze zárójelben meg kell jegyeznem, hogy amikor én kim voltam ösztöndíjjal Külhomban, és ott találkoztam ezzel a mozgalommal, ott nem államilag vagy egyetemileg szervezték, hanem volt egy hihetetlen tradíciója annak, hogy összejártak és összekapaszkodtak, közös programokat szerveztek a régiek együtt. Én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb be fog következni itt is, de most szeretné az egyetem, hogyha segítene ebben, és segítene összehozni az alumnuszokat, alumnuszokat. De azért az egy nagyon fontos dolog szerintem, és ezért mondom, hogy nagy pillanat, ami az én nagy bánatom volt rektorként 7 esztendőn keresztül legyűrni azt a sajátos identitást, amely mindannyiunkat, engem is speciálisan jogászként az egyetemhez fűz.
A mi identitásunk kellett rádöbbennem erre rektorként, aki megpróbálta az ELTE-t mint olyat, mint nagyot, mint egységeset képviselni, az valójában kari identitás, szakmai identitás. Amikor azt mondja valaki, hogy megyek az ELTE-re, és az illető mondjuk bölcsész, akkor attól függően, hogy mikor végzett, az vagy a Pesti Barnabás utcára utal, vagy a Múzeum körútra utal, miként a TTK-sok is pontosan ugyanígy fogalmazzák meg, mi az, hogy bölcsészösvény. Hát mi jártunk ott át annak idején a Múzeum körúton, és csináltuk a dolgokat, és tényleg működtek a karokon ilyen szervezetek, sőt, még gyönyörű folyóiratokat is kiadtak. Megvolt ennek a maga lendület és programja a karokon, csak valahogy nem ért föl az egyetem szintjére. Márpedig én úgy gondolom, hogy az ELTE, nem véletlenül használják mindenki az ELTE kifejezést, nem azt mondom, hogy megyek az AJK-ra, hanem azt mondja, hogy megyek az ELTE-re, és persze az AJK-ra gondol, de akkor is az ELTE-re megy, mert ez az ELTE, ez üzen valamit, ez egy szimbólum, ez a közösségünknek a jelképe, és üzeni azt, hogy milyen jók vagyunk. Én szeretném, hogyha ez a jóság átjönne ezeken a esteken is, ezekben a sorozatokban is, és Pataki Csillának köszönhetően immáron nem csak egy ilyen sorozatunk lesz, de ez lesz a sorozat, amelyben a legnagyobbak mutatkoznak meg, és azt hiszem, hogy a ma este egyben egy másik szimbólumot is kifejez. Tudnillik Lovász professzor úr már professzorként is több identitást testesített meg. Erről annak idején volt alkalmam egy köszöntőbe is beszélni, hogy a matematika miért is a természettudományhoz tartozik? Miért nem a bölcsészettudományhoz? Hát a filozófia alapjait jelent, és a filozófia szerves része. Hát mert átsodródott akkor, amikor ketté vált a egyetemen ez a két kar, ezért most a műszaki természettudományos ághoz tartozik, de ennek ellenére legalább annyira a filozófia alapja. És ő, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, nem csupán ezt a két nagy területet, hanem az egész magyar tudományosságot kapcsolja össze, azt a tudományosságot, amit az Eötvös Loránd Tudományegyetem képvisel, tehát én úgy gondolom, hogy az ő meghívása és szereplése ennek a sorozatnak az élén egy nagyon jó jelképe annak, hogy az ELTE az a sokszínűségben egység, ahogy szoktuk volt mondani, a tudományok sokszínűségének az egységét fejezi ki, a tudományok különlegességét és a tudományok minőségét, amit még mindig mondhatunk az ELTE-re, és ezt gondolom, aki ebben a teremben van, mindenki elismeri. Én nem szeretném húzni tovább a szót, az a feladatom, hogy átadjam ezt a botot, méghozzá Hudecz Ferenc volt rektor úrnak, a sorozat megálmodójának, hogy, és innentől kezdve ő folytatja. Köszönöm szépen a szót. Ezt a köszöntőnek szánt szöveget szeretném elmondani önöknek, és megköszönni először is rektor úrnak, hogy felkérést kaptam ennek a sorozatnak fővédnöki szerepének el, nem játszására, hanem erre a szerepre. A múlt hagyományának tisztelete, a mai ELTE iránti felelősség vezérelte a 2006 nyarán hivatalba lépett egyetemi vezetést, amikor kiemelt feladatának tekintette az alumni szervezet létrehozását. Hogyan is történt? 2006 őszén elkészült az egyetem alumni rendszer koncepciója, amely áttekintette külföldi és hazai egyetemek, például University of Oxford, Rutgers Egyetem, Pázmány Péter Egyetem, öregdiák szervezeteinek működését. Az ELTE szenátusa 2007 márciusában fogadta el a koncepciót, és október 19-i döntésével hozta létre az alumni szervezetet az ELTE-n. 2008. január 1-i dátummal pedig hatályba léptette az ELTE alumni szabályzatát. A szervezet 2008-ban kezdte működését. Az első ELTE alumni találkozót többen emlékeznek rá, az egyetem 375. év tanévének kiemelkedő eseményeként 2010. február 10-én a Gólyavárban volt.
Az alumni koncepció kialakításában előbb dr. Lévai Miklós általános rektor helyettes, és miután alkotmánybírónak választották, a véglegesítést és az alumni szabályzat kidolgozását dr. Fazekas Marianna általános rektor helyettes valósította meg. Az alumni szervezet stratégiai irányítását az ELTE alumni testület 2016-tól alumni tanács irányítja, melynek elnöke az ELTE mindenkori rektora. Az operatív működést az ELTE alumni programtanácsa, jelenleg alumni bizottság látja el, amelynek elnöke az ELTE rektora, vagy megbízott helyettese, tagjai a karok, a szakkollégiumok, illetve az egyetemi kollégium által működtetett tagozatok képviselői. A programtanács első alapító elnöke Fazekas Marianna általános rektor helyettes volt, és a jelenlegi teendőket Kisfaludi András, mint elhangzott, rektor helyettes látja el. Ezzel majdnem párhuzamosan 2008-ban az ELTE volt rektorai Ádám György, Klinkhammer István, Nagy Károly, Szabó Miklós és Vékás Lajos létrehozták az ELTE alumni alapítványt, amelyet a Fővárosi Bíróság 2008. szeptemberében jegyzett be. Az alapítvány kuratóriuma 7 tagú, elnöke a mindenkori rektor, előbb jómagam, majd 2010-től Mezei professzor, további tagjai Béres József, Bojár Gábor, Honti Mária Anna, Kelevéz Ágnes, Krauti Attila és Simó György. Az alapítvány közhasznú szervezetté vált, és 2010-ben már fogadhatta jövedelemadó 1%-át. Itt említem meg, hogy köszönet illeti Vékás professzort, az ELTE korábbi rektorát, akivel folytatott többszöri megbeszélés során alakult ki az ELTE alumni szervezet egyrészről, és az ELTE alumni alapítvány szerves együttműködésének a modellje. Az új lendületet az alumni szervezet 2016-ban vett, amikortól létrejött a kancellária keretében az ELTE alumni központ, amely az egyetemi szolgáltatásokért felelős szervezet egyik részegysége lett, és amelyet Pataki Csilla vezet. Ma egy újabb állomáshoz érkeztünk, minden feltétel adott arra, hogy az alumni szervezet további izgalmas feladatoknak tegyen eleget, szolgálja az ELTE közösségét, és ahogyan ez a mondat szól, biztos vagyok abban, hogy a most induló előadássorozat, a teljesítmény elismerése és a minőség tisztelete jegyében a mai ELTE, jelenlegi és volt hallgatóink mindannyiunk javát szolgálja. Köszönöm szépen! Egy név nem hangzott még el, a tiszteletbeli védnökünknek a neve, Berend T. Iváné, aki küldött egy üzenetet. A jó hír, hogy ez két mondatból áll. Tisztelt ELTE diplomás kollégáim, örömmel értesültem erről a kiváló kezdeményezésről, egy siker előadássorozat megindításáról és mostani nagyszerű indulásáról, lovász akadémikus nyitó előadásával. Büszke vagyok volt alma máteremre, és sajnálom, hogy nem lehetek közöttetek ezen az esten. Sok sikert kívánok az induló sorozathoz. Ezzel át is adom a szót a nyitó előadónak, Lovász Lászlónak, az akadémia elnökének. Rektor úr, elnök urak, hölgyeim és uraim! Azt kérték, hogy egy kis szakmatörténet, illetve a saját, tehát szakmai történet, de lehet egy személyes történettel ezt egybefonni, úgyhogy én ezt megpróbálom, mert valahogy úgy tűnt, hogy elég jól illeszkednek ezek a történet, a két történet egymás mellé. Kezdem a szakmai résszel. Gráfelméletről, gráfok elméletéről fogok beszélni. Ezt általában 1736-ot szokták ennek az elméletnek a kiindulási pontjának tekinteni, amikor Euler az úgynevezett königsbergi hidak problémáját megoldotta. Hát ez a probléma abból állt,
Itt van Königsberg városának egy vázlatos térképe, és az volt a kérdés, ami valahogy körbe ment a városban, hogy vajon lehet-e mondjuk egy szép vasárnapi délután egy olyan körsétát tenni, amelynek során a városnak mind a hét hídján áthalad valaki, és mindegyik hídon csak egyszer. És hát ezt el lehet kezdeni, valahogy meg lehet nézni, hogy még csak nem is kell ugyanott végezni, ahol indult, lehet, hogy valami vendéglő vagy hasonló a cél, de nem sikerült ilyen sétát tervezni, például ez, amit ugye itt berajzoltam, ez is kihagy egy hidat. Euler észrevette, hogy itt a nagyon sok részlettől el lehet vonatkoztatni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a városnak van négy része, amiket a folyó ágai egymástól elválasztanak, és ezt a négy részt ezt a négy részt egy ilyen ábrával lehetett összefoglalni, tehát itt van a négy ponttal jelezzük a négy részt, és minden híd az egy ilyen őket összekötő vonallal, a későbbiekben élnek fogom ezeket nevezni, ezzel lehet, minden részt ezzel lehet jellemezni, és akkor, ha átfogalmazzuk a feladatot erre az ábrára, akkor azt a kérdést kapjuk, hogy le lehet-e rajzolni ezt az ábrát a ceruza felemelése nélkül. Na most Euler azt vette észre, hogy ha akármelyik csúcsot nézzük, itt abba páratlan számú él fut be, tehát ha csak nem ott indulunk, vagy ott végezzük a körsétát, akkor ahányszor belépünk, kilépünk, akkor baj van. És hát persze négy csúcs van, és ebből csak egybe lehet kezdődni, és egybe lehet végezni, tehát nem lehet bejárni. És ezt megmutatta, hogy általában ilyen szerű ábrákra, gráfokra, tulajdonképpen ez az a feltétel, amiből jellemezni lehet azt, hogy mikor lehet bejárni, illetve mikor lehet a ceruza felemelése nélkül egy ilyen ábrát megrajzolni. Mivel erről sokszor lesz, azért hadd még egyszer, tehát itt ilyen ábrákról lesz szó, ezeket gráfoknak, vagy lehet hálózatnak is nevezni, tulajdonképpen a hálózat egy általánosabban használt szó, a gráf ennek a matematikai modellje. És itt vannak ilyen csúcsok, amiket egy-egy pont jellemez, de ez csak azért, hogy valahogy le tudjuk rajzolni, és ezek között bizonyos párok között van valami reláció, amit egy ilyen vonal jelez, amit élnek nevezünk. És hát ezekkel lehet mindenféle kérdéseket föltenni, és még egy fogalom, amit elő fog jönni, ez a fok, egy csúcsnak a foka az, hogy hány ilyen él megy bele, itt véletlenül minden csúcsnak a foka 3, és ez Euler azt vette észre, hogyha be lehet járni egy ilyen gráfot, vagy le lehet rajzolni a ceruza felemelése nélkül, akkor legfeljebb 2 páratlan fokú csúcsa lehet. Nagyon sok feladat, de ilyen fejtörő jellegű feladat az 1800-as évek során halmozódott azért ezerről a fogalomról. A labirintusokkal például többen is foglalkoztak a század vége felé, algoritmusokat adva arra, hogy egy ilyen labirintusból hogy lehet kitalálni, hogy biztosan eljusson az ember a kijárathoz. Ezek elég egyszerű algoritmusok voltak. Igazából Dijkstra csinált olyan algoritmust, ami aztán gyakorlatban is használható, és a GPS-ekben ennek különböző változatai mondják meg, hogy hogy lehet egy kitűzött célhoz legrövidebben, vagy leggyorsabban eljutni. A 20. századba lépve egy feladatot fogalmazok. Ez olyan tanulmányi versenyfeladat
annak hangzik, egy iskolai bálon van 100 fiú és 100 lány, minden fiú mondjuk 24 lányt ismer, és minden lány 24 fiút ismer, feltetszük, hogy az ismerettség kölcsönös, és akkor azt állítjuk, hogy mindenki tud egy ismerősével, egyszerre tud mindenki táncolni, hogy mindenki egy ismerősével táncoljon. Ezt a tételt König Dénes bizonyította be, és noha ez egy feladat jellegű azért, hogyha ezt úgy valaki innen minden előzmény nélkül kellene ezt az állítást bizonyítania, az bizony nem olyan könnyű. Egy ábrán azért bemutatom, hogy mi köze ennek a gráfokhoz. Ezt a 100 fiút és 100 lányt, én most csak 5 fiút és 5 lányt rajzoltam, és a 24 ismerettség helyett csak 3-at, de bármilyen számokkal érvényes az állítás. Itt van egy ilyen, tehát itt van 5 lány, 5 fiú, és egy vonal azt jelenti, hogy ők ismerik egymást, tehát ők tudnak egy hajlandók egymással táncolni. Itt van például egy megoldása a feladatnak, megmutatjuk, hogy milyen párok táncoljanak egymással. König Dénesnek azonban nem csak ez volt nagyon nagy, ezzel volt nagyon nagy hatása a gráfelmélet fejlődésére, hanem 1936-ban, tehát 200 évvel Euler munkája után az első gráfelméleti monográfiát ő írta meg és publikálta, és ez amikor én még elkezdtem gráfelmélettel foglalkozni, még mindig ez volt a könyv, amiből gráfelméletet tanult az ember. Na, akkor most hadd térjek rá egy kicsit a személyes ismerettségemre ezzel a témával. Ez a fazekasba kezdődött, nem az ELTÉ, még korábban. Más személyes ismerettségek is kezdődtek a fazekasban, de erről most tovább megyek, mert itt ebből a szempontból Erdős Pálnak a szerepe volt nagyon fontos. Erdős ugye ismert, hogy ő világjáró matematikus volt. Igazából az 50-es években nem is nagyon tartózkodott Magyarországon, így ez ugye a 60-as évek elején történt, akkor kezdett hazajárni, és akkor indult a fazekasban az első matek tagozatos osztály, és Erdős sok más kiváló matematikus is nagy érdeklődéssel kísérte ezt az oktatási kísérletet. Úgyhogy abban az óriási szerencsében volt részünk, hogy Erdőssel már gimnazista korunkban találkoztunk, és ugye kiderül, hogy nem csak az, hogy eljött és tartott egy előadást, hanem ennél sokkal többet tett. Erdős egyébként König Dénesnek volt a tanítványa, és az egyik, hát a gráfelmélet abszolút nagy vezérlő egyénisége volt akkoriban. Azonban itt egy másik szereplője is volt a sztorinak, Pósa Lajos, aki osztálytársunk volt. Valószínűleg sokan vannak itt, akik ismerik Pósa Lajost, ő ugye egy pár éve Prima díjat kapott egy matematika tehetséggondozási programjáért, amiről el lehet mondani, hogy aki ma matematikus, annak túlnyomó többsége az ő tehetséggondozó programjában részt vett, és ott szerette meg igazán a matematikát. De akkor ő egy fiatal volt, hát ez másodikos gimnazisták voltunk, és ő ismerte családi vonalon Erdős Pált, Erdős észrevette, hogy nagyon tehetséges, adott neki problémákat. Erdős alakította ki a sejtést, egész művészetté emelte ezt. A matematikában a sejtés azt jelenti, hogy megfogalmazunk valami állítást, amiről hát attól függően egy Erdős Pál esetében komoly
ok volt arra, hogy ez valószínűleg egy jó állítás, igaz állítás, és akkor, de ő nem tudta mondjuk bizonyítani, ő nagyon szerette ezeket elmondani, mindenkinek megfogalmazni ezeket a kérdéseket, és a körülötte levő fiatalabb, idősebb kollégái azok nagy lelkesedéssel próbálták ezeket megoldani. Erdős néha olyanokra, amik már régebben megfogalmazott, és még mindig nem jött senki, emelt senki elő a megoldással, arra pénzjutalmat is tűzött ki, és különböző pénzjutalmat, azt szerint, hogy mennyire gondolta nehéznek ezt a problémát, tulajdonképpen általában elég jól megítélte a problémák nehézségét, tehát az igazán nagy pénzjutalmak között még sok ma is megoldatlan. Púrsa Lajossal, már Lajosnak a általános iskolás korában írtak közös cikket, publikáltak közös dolgozatot, és amikor Erdős megint Magyarországra látogatott, a másodikos gimnazisták lehetünk, akkor ők hárman egy Goodman nevű amerikai matematikussal együtt publikáltak egy eredményt. Ideírtam a becsület kedvéért, hogy mi volt a tétel, de nem kívánom, hogy ebben elmélyedjen a tisztelt hallgatóság. Egy gráfelméleti állítás volt. Púrsa Lajos mondta, hogy na, éppen most bebizonyítottuk Erdőssel ezt, vajon te is be tudod-e bizonyítani, mondta nekem. Én másnapra bebizonyítottam, elmentem Púrsának, elmondtam. Hát ő azonnal elvitt Erdőshöz. És jellemző Erdősre, hogy a cikkhez, ami akkor már korrektúrában volt, egy lábjegyzetbe beírta, hogy ugyanezt Lovász is bebizonyította. Tehát ő mindig nagy gondot fektetett arra, hogy akinek jó eredményei vannak, azt a világban terjessze, tehát hogy ilyen módon előmozdítsa a kapcsolatok létesítését. Aztán közben a matematika tagozatos osztályban, ami akkor az első volt, és nem volt se tankönyv, se semmi ilyesmi, a Rábai tanár úr, aki az osztályt tanította, próbált kitalálni mindenféle módon, hogy mire és ki taníthassa, és gráfelméletre először Púrsa Lajost kérte meg, hogy tanítson az osztálynak egy-két hétig gráfelméletet. Ez nem igazán jött be valahogy, az osztály nem vette ezt elég komolyan, és akkor származott ez a mondás, amit ott valahogy kiírtunk a szegény Púrsa Lajos háta mögé a táblára, hogy gyűjtsd a gráfot és az élet, ezzel is a békét véded. Aztán a következő évben Rábai tanár úr megint megpróbálkozott hasonlóval, de most már Lajost meg engem kettőnket bízott meg azzal, hogy állítsunk össze egy kéthetes valami tervet arra, hogy gráfelméletet tanítsunk az osztálynak. Mi összeállítottunk valamit, és akkor elmentünk Hajnal Andráshoz, aki akkor fiatal ember volt, és hát ugyancsak nagyon kiváló gráfelméleti eredményei voltak. Elmentünk hozzá, azt úgy emlékszem, egy vasárnap délelőtt volt, ő még ágyba volt, de mi őt valahogy kivertük az ágyból, és odaadtuk neki a kezébe a tervünket. És Hajnal András nézte, aztán elment a telefonhoz, és azt fölhívta Rábait, és azt mondta, hogy te, meggondoltam magam, talán mégis majd én tanítom ezt a részt. Kis csalódás volt. Na, az ELTE-re jutottam, és hát az ELTE-n itt König Dénes működésének következtében, aki egyébként nem az ELTE-nek volt tanára, hanem a Műegyetemnek, a gráfelmélet azért sokan foglalkoztak vele, de tantárgy vagy ilyesmi az persze ilyen nem volt. Itt három olyan fényképet tettem föl, akiktől nagyon sok gráfelméletet lehetett tanulni
más különböző nem gráfelméleti keretek között. Sós Vera, ezt ijesztésül mondom, matroid elmélet szemináriumot vezetett, amilyen gráfelméletnek egy bizonyos általánosítása. Magyarországon ezek a fogalmak, akkor ott az ő szemináriumán jöttek elő először, ebben egészen biztos vagyok. Hajós Györgynek meg volt egy rendszeres geometria szeminárium, ahol a gráfelméletet, mint a geometria részét tekintette, és ugyancsak nagyon sok gráfelmélet elhangzott. Turán úgy tudom nem tanított gráfelméletet, de hát egy nagyon alapvető tétel a gráfelméletben az ő nevéhez fűződik, már akkoriban is ez egy alapvető tétel volt. Úgyhogy így konferencián, beszélgetésben nagyon sokat lehetett tőle is tanulni. Tehát a gráfelméletben azért az egyetemi éveink alatt elég sok mindent meg lehetett tanulni, de számomra azért az igazi mélyebb bevezetés ebbe a területbe akkor volt, amikor 70 körül, tehát negyedéves egyetemista, talán egy-két évvel korábban már, elkezdtem Gallai Tiborhoz járni, aki a Matematikai Kutatóintézetben dolgozott, a mai Rényi Intézetben, és rendszeresen töltöttem el vele minden héten, vagy két hetenként két órát, valami ilyesmit, és ő nagyon maga, nagyon csöndes és szolid stílusában nagyon sok mindent elmagyarázott abból, ami akkor modern gráfelméletnek volt tekinthető. Például első cikkemet, igazából ezt még gimnazista koromban írtam, már akkor is volt, jártam hozzá néha, első cikkemet ő teljesen első betűtől az utolsóig átírta, mert valahogy úgy érezte, hogy nem jól írtam meg, amiben biztos abszolút igaza volt. És akkor utána, amikor a cikket leadtam, akkor én megpróbáltam beleírni egy mondatot, hogy először is megkérdeztem tőle, hogy hát akkor ugye természetesen ez egy közös cikk lesz. Hát hogy? Hát ezt a te bizonyít, vagy maga bizonyította, soha nem tegeződtünk, maga bizonyította, ez a maga neve alatt kell, hogy legyen. És akkor én beírtam egy ilyen utolsó mondatot, hogy hát köszönöm Gallai Tibornak a segítséget a cikk megírásában. Ezt is kihúzatta, azt mondta ő neki, ez kötelessége, ezért ő neki nem jár köszönet. Szóval nagyon sokat tanultam tőle, és akkor itt most megint egy kis matematikára térnék vissza, a teljes párosítás problémára, ami tehát ez a fiúk-lányok tudnak-e egymással táncolni. Itt egy másik gráfot rajzoltam be, és ez annyiból általánosabb a probléma, hogy itt nincsenek piros meg kék csúcsok, össze-vissza mehetnek az élek. És persze itt is meg lehet kérdezni, hogy lehet-e a gráf csúcsait párosítani élekkel. Gallai maga nagyon sokat foglalkozott ezzel a problémával. A 1970-es évszámot azért írtam oda, mert én a kandidátusimat ennek a problémának egy hát bizonyos általánosításaiból írtam 1970-ben. De a párosítás problémáról hadd beszéljek egy kicsit többet vissza a páros gráfokhoz, tehát ezek itt a fiúk, lányok, és hogy tudnak-e egymással táncolni. Ez egy régi probléma volt. Igazából a Könignek 1915-ös eredménye nem válaszolta meg pontosan ezt a kérdést, hogy mikor tudnak egymással táncolni, mert föl kellett tenni, hogy minden pontnak a foka ugyanaz. Igazából az első teljes választ Frobenius adta meg 1917-ben, aztán ezt általánosította König 1931-ben, és Egervári Jenő tovább általánosította még ugyanabban az évben. A tétel az így szól, hogy minden páros gráfban, megint nem azért, hogy
elmélyedjünk benne, csak hogy mégis kimondjam, a független élet maximális száma egyenlő a lefogó pontok minimális számával. Egyébként egy érdekes történet, hogy miért mondja minden gráfelmélész vonakodva, hogy ezt Frobenius bizonyította be először. Frobenius német matematikus volt, algebrával foglalkozott, és egy mátrixok, determinánsok fölbonthatóságára vonatkozó tételt bizonyított be algebrában 1912-ben. König észrevette, hogy ennek a tételnek nincs köze igazából az algebrához, ez egy gráfokra átfogalmazva egy általánosabb és tisztább tételt lehet kimondani. Ez volt az 1915-ös eredmény. Frobenius azonban úgy gondolta, hogy ő nem szerette ezt a megközelítést, és írt egy cikket, ez a bizonyos 1917-es cikk, amiben azt írja, hogy egy bizonyos Herr König ezt gráfelméleti módszerekkel bizonyította be. Ő szerinte ez egy teljesen alkalmatlan módszer ilyenszerű problémák vizsgálatára, és König cikkében az egyetlen értékes pont az, hogy idézi neki Frobeniusnak 1912-es cikkét. Hát ezért nem szeret is egyetlen gráfelmélése Frobeniust, főleg ebben a kontextusban idézni, de kétségtelen, hogy ebben az 1917-es cikkben megint csak algebrai módszerekkel, megint csak bonyolultabban, mint kellene, de bizonyította ezt a tételt, amit aztán König és Egervári általánosítottak. Na, az általános gráfban is néztük ezt a problémát, nagyon sokan nézték. Igazából azt lehet mondani, hogy egy William Tutt nevű matematikus 1947-ben kimondott egy tételt, és aztán Jack Edmonds 1965-ben adott egy hatékony algoritmust ennek a problémának a megoldására. Egyébként ez két nagyon érdekes egyéniség. William Tutt angol, Edmonds amerikai, de mind a ketten Kanadában éltek. Waterloo Egyetemnek voltak kiemelkedő professzorai. William Tuttról talán érdemes megemlíteni, hogy ő a Bletchley Parki, talán sokan ismerik ezt a történetet, ugye az angoloknak ez a kódfejtő csapata dolgozott Alan Turing vezetésével, és hát ott azért az volt úgy a vélemény, hogy az ész mögöttük az a William Tutt volt, aki hát Alan Turing mellett természetesen. Tehát ő, Edmonds is egy érdekes egyéniség, ő még él. Én mind a kettővel sikerült találkoznom, de egyikkel se alakult ki olyan szoros munkakapcsolat, mint mondjuk Erdős Pállal vagy Gallai Tiborral. De a kettő elég nehéz egyéniség. Na most ez a gráfelmélet legfontosabb alkalmazásához vezet, ez a kombinatorikus optimalizálás. Hálózati folyamok, elektromos hálózatok, közlekedési, távközlési hálózatokon, ezzel rokon feladatok, ezek nagyon nagy szerepet játszanak. Például most egy pillanat, igen, de kellett, jobb lett volna, oda másolom. Tehát ha ezt az ábrát itt nézzük, akkor persze nem csak fiúkra meg lányokra gondolhatunk, hanem mondjuk számítógép szerverekre és felhasználókra, és akkor ugye a feladat az, hogy a felhasználókat a szerverekre irányítsuk. És akkor persze az is lehet, hogy a szerverek általában nem csak egy felhasználót tudnak kiszolgálni, tudom én 10 000-et vagy 100 000-et, ami azt jelenti, hogy itt sokkal kevesebb piros pont lenne, mint kék, de még mindig a lényeg az, hogy előírjuk, hogy egy kék az csak egy pirossal legyen összekötve, egy piros pedig adott számú kékkel. Erre is kell megfelelő algoritmus találni,
És itt megjegyzem, hogy van egy szabadalmam a Microsofton keresztül, ami ennek egy bizonyos megoldását tartalmazza, tehát még ez még ma is egy élő probléma, aminek különböző változatait fejlesztgetjük. Tehát itt van a teljes párosítás probléma. Hadd térjek vissza Galai Tiborral folytatott beszélgetéseinkhez. Sokat beszélt nekem erről a teljes párosítás problémáról, aztán végül én disszertációt is írtam belőle. Tehát itt arról van szó, hogy van egy ilyen gráf, és akkor lehet-e a csúcsait ilyen élekkel párosítani, ki lehet-e választani úgy éleket, hogy azok párokba hozzák a csúcsokat. Galai hívta föl a figyelmemet arra, hogy van egy, ez nagyon hasonló probléma. Ezt én most utazóügynök problémának mondanám, szokták Hamilton kör problémának is nevezni, az utazóügynök probléma igazából ennél általánosabb, de talán ez a legközismertebb változata, hogy egy adott, megint csak arról van szó, hogy van egy adott gráf, most ugyanaz, mint az előző, de ez nem érdekes, és most azonban szeretnénk a gráfot úgy bejárni, hogy minden csúcsot csak egyszer és pontosan egyszer érintsünk. Hasonlít ez az eredeti Euler-féle problémához is, ott úgy akartuk bejárni, hogy minden élt egyszer és csak egyszer érintsük. Tehát igazából két nagyon hasonló probléma is van, itt is ugye az van, hogy minden pontot egy és csak egy másik ponttal kössünk össze, tehát egy hasonló feladat. És Galai elmagyarázta nekem, hogy hát ez egy könnyű ugye, probléma, könnyűt idézőjelbe kell tenni, mert azért egy olyan 60 év eltelt a fölvetése és a megoldása között, de végeredményben Tatt és Edmonds munkája alapján ez teljesen megoldottnak tekinthető. Ez a probléma viszont nehéz. Semmit nem, nagyon keveset lehetett ebben a problémában előre lépni. Akkoriban egyébként a csúcseredmény Pósa Lajosnak egy általános iskolában írt cikke tartalmazta, tehát azért volt ezzel is valamiféle előrelépés, de nem, abszolút nem volt teljes megoldása a problémának. Ez ugye két hasonló probléma, és miért van az, hogy az egyik könnyű, másik meg nehéz? Hát ezen elkezdtünk gondolkozni, röviden az egyetem végzése után még egy szemináriumot is tartottunk ilyen, problémákból kezdtünk beletanulni a bonyolult algoritmusok bonyolultságának az elméletébe. Aztán én elmentem egy évre Amerikába, 72-73-ban, és volt egy barátom, Gács Péter, aki ugyancsak ezen a szemináriumon részt vett, ő pedig Moszkvába kapott egy évet. Jártam jobban, de ez egy más kérdés. Minden esetre egy év után visszajöttünk, és találkoztunk, és egymás szabába vágva kezdtük el mondani, hogy itt van ez a probléma, amin annyit töprengtünk, és most végre hallottuk azt az elméletet, ami ezt megmagyarázza, és ami ezt helyre teszi. Kiderült, hogy ezt az elméletet egymástól függetlenül Moszkvában és Amerikában is megalkották. Amerikában leginkább talán Edmondsnak a gondolatain alapult ez. Erről, tehát erre van egy magyarázat, ez az NP-teljesség elmélete, vagy ez az úgynevezett PNP probléma, ami most az ezredfordulókor a hét legnevesebb matematikai probléma közé került föl. $1 millió van a fejére kitűzve, tehát ez mindenképpen egy nagyon gyors karriert futott be ez az elmélet. Még nincs lezárva, hiszen még megoldatlan problémák vannak benne. Hát ezek után magamat is elkezdtem ilyesmivel foglalkozni, érdekeltek a különböző algoritmikus kérdések, de most hadd ugorjak egy nagyot, és hadd beszéljek arról, hogy 1999-ben a Microsoft kutatóintézetébe kerültem, mint kutató, és hát ott találkoztam
a gráfoknak egy újabb módon való szemléletével, ezek a nagyon nagy gráfoknak az elmélete. Tehát úgy ránézésre egy ilyen gráf már elég nagynak és bonyolultnak tűnik, ilyen jobb oldalon meg ennek lehet egy pár száz csúcsa, ennek lehet pár ezer csúcsa, azonban nem ezek az igazán nagy gráfok, nem ezek azok, amik akkor előjöttek, mint igazán izgalmas kérdések, hanem olyan nagy gráfok, mint például az internet. Ezek az internetről lehalászott, internetet ábrázoló, és szerintem teljesen haszontalan ábrák, mert ebből semmit nem lehet kivenni, hogy mi az internet igazi struktúrája. És pont ez a nehéz ezekben az óriási, nagyon nagy gráfokban, nagyon nagy hálózatokban, hogy tulajdonképpen egyszerre az egészet nem lehet áttekinteni, nem lehet megérteni. Nem csak az internet ilyen, szociális hálózatok, tehát például az a kérdés, hogy ki kit ismer. Ez az egész emberiségen megad egy gráfot, egy hálózatot, az ismeretségek hálózatát. És ennek sok érdekes tulajdonsága van, talán megint, ha magyar viszonylatba adutaljak arra, hogy Karinti fogalmazta meg talán legelőször, hogy bárkitől bárkiig 6 lépésben el lehet jutni ezen a gráfon. Tehát bármilyen sok ember van, az ismerős ismerősének ezt 6-szor elmondom, akkor már bárkihez el tudok jutni. Persze lehet egy-egy, nem tudom, izolált törzs az Amazonas erdeiben, akiket még nem fedeztek föl, és így nincs semmi kapcsolatuk a többivel, de lényegében ez így van. Ezeknek a tulajdonságai egyébként történelmi szempontból nagyon fontosak, ennek talán most kezdődik a felhasználása és vizsgálata, hiszen ezek a hálózatok határozzák meg, hogy milyen gyorsan terjednek el találmányok, járványok, vallások, hírek, tehát az egész emberiségnek ezek nagyon fontos paraméterek, amiket meg kellene érteni, hogy miért terjed valamelyik valami gyorsabban, mint a másik, és így tovább. Ökológiai hálózatok hasonlóan, ugye melyik állat melyiket eszi. A chiptervezés, számítógépes integrált áramkörök tervezése, ezek icipici részei a sokkal-sokkal hatalmasabb csipeknek, ahol már megint ilyen milliós számra van egy integrálva egyetlen, nehogy milliós, milliárdos számra van integrálva egyetlen egy csipre egy nagyon nagy, nagyon sok alkatrész. Ugye egy kristály, az is egy hálózat, az egy általában elég szabályos hálózat, bár hát éppen a szabálytalanságaiktól lesznek érdekesek ezek az anyagok. Vagy itt van az emberi agy, ami egy óriási hálózat, ez is sok milliárd idegsejtnek, vagy több milliárd idegsejtnek az egymással nagyon-nagyon sok ágon való összeköttetése, ami többek között a magyar tudománynak is egy fontos területe, ahol nagyon aktív kutatás folyik. Vagy ha akarom, az egész világegyetem egyetlen hálózat, az elemi részeknek a hálózata, amit hát ebben a formában még nem tudunk vizsgálni, vagy én nem tudok róla, hogy ilyen értelmezésben történne vizsgálat, de mindenképpen ez is egy nagyon nagy hálózat, és lehet, hogy ennek a megértése is fontos lesz. Biztos vagyok benne, hogy ennek a jobb megértése is fontos lesz a fizika csillagászat számára. A hálózatok ilyen módon egy új matematikai nyelvet jelentenek a tudományokban. Ezek a hatalmas hálózatok, ezeknek a problémái összefügg, mennyire függnek össze, mennyire járhatók be, mennyire izolálhatók egyes részei, mik a vannak-e központi részei, és hasonló kérdések
ezeket mind meg kell matematikailag is fogalmazni, és aztán kérdés az, hogy na jó, akkor megfogalmaztuk, tud-e a matematika valamit hozzátenni ehhez, tudunk-e matematikai eszközökkel a hálózatokról olyat mondani, ami az egyes tudományoknak segít. Én azt hiszem, hogy igen egyébként, tehát úgy, ahogy a differenciális integrál számítás alapvető fontosságú volt a fizika számára, mondjuk a 18. század során, ugyanúgy a hálózatoknak a jobb megértése a tudományoknak, és most sokkal több tudománynak alapvető segédeszköze lesz a jövőben, vagy talán már most is az. Nézzük meg, hogy milyen tulajdonságokat vizsgáljunk, csak azért, hogy illusztráljam, hogy ezek a nagyon nagy gráfok, nagyon nagy hálózatok mennyire más jellegű kérdéseket vetnek föl. Például kérdezzük meg, hogy a csúcsok száma páros-e vagy páratlan. Gondoljunk az internetre. Páros vagy pár, értelmetlen kérdés. Ugye egy adott pillanatban az internet nem jól meghatározható, mindig lesznek gépek, amik éppen a fene tudja, hogy működnek-e, ki vannak-e kapcsolva, vagy éppen most butolnak föl. Tehát ezek a tulajdonságok nincsenek is definiálva, de értelmetlen kérdés, hogy a csúcsok száma páros-e vagy páratlan, holott például ugye az Euler-féle problémában ott a párosság az fontos szerepet játszott. Mondjuk ott a fokok párossága. Vegyünk egy másik kérdést, milyen sűrű egy ilyen hálózat, mennyi az átlagos fokszám. Hát erre megint azt lehet mondani, hogy igen, ez egy jó kérdés. Ezt meg lehet válaszolni. Persze nem pontosan, csak közelítőleg, de egy ilyen átlagos viselkedést néhány elromlott elemnek beszámítjuk-e vagy se, ez nem fogja befolyásolni. Itt van egy érdekes kérdés, összefüggő-e egy ilyen hálózat? El lehet-e bárhonnan, bárhova jutni rajta? Hát ha az internetre gondolunk, akkor a válasz szinte biztosan nem. Hát valahol a világban kell, hogy legyen, mindig lesz valahol egy router, ami éppen le van dögölve, és akkor ott mögötte van néhány boldogtalan ember, aki nem fér hozzá az internethez. Nem ezt kell érteni a kérdésen. A kérdés inkább arra vonatkozik, hogy vajon nem esik-e szét nagyon nagy részekre ez a hálózat. És itt egy példának lehet említeni, hogy már jó pár évvel ezelőtt, de azért már az internet korszaknak a jócskán benne az internet korszakba történt, hogy a földközi tengeren elvágtak egy kábelt valami hajó, és emiatt Észak-Afrikában az internet nem volt elérhető, illetve onnan nem volt elérhető Európa. Na ez azt jelenti, hogy akkor nem volt összefüggő az internet, akkor az több részre bomlott. Tehát még a kérdéseket is máshogy kell föltenni, mint kicsi gráfok esetén. Meg kell érteni, hogy tulajdonképpen hogy kell módosítani a kérdéseket, ha ilyen nagy gráfokat vizsgálunk. És egy kicsit akkor, hogy közelítettük meg ezt a kérdést a Microsoftnál. Ez egy gráf, nem különösebben érdekes. Igazából olyan sokat ezen az ábrán nem lehet látni. Általában át szokták kódolni ezt egy ilyen mátrixá, egy ilyen táblázattá, ahol például itt az első sor harmadik helyén álló egyes azt jelenti, hogy az egyes és a hármas csúcs egymással össze vannak kötve. Tehát bele kódoljuk ebbe. Hát ez megint nem nagyon jól látható. Csináljuk azt, hogy az egyeseket feketével, fekete kis négyzettel helyettesítjük a nullákat fehér négyzettel, kapunk egy ilyen keresztrejtvényszerű ábrát. Nevezzük ezt pixelár ábrának. És ezt egészet úgy tekintjük, mint egy ebben a négyzetben ilyen különböző fehér-fekete
kockák összességét. Na most, ha már itt a területnek a magyar előzményeiről beszélünk, semmiképpen nem lehet kihagyni megint Erdőst és Rényi Alfrédot, akik 1959-ben elkezdték a véletlen gráfokat vizsgálni. Hát ez azt jelenti, hogy a gráfnak vannak csúcsai, és ezek között úgy véletlenszerűen teszünk be éleket. Bármely kettőről földobunk egy forintot, és annak az eredménye alapján vagy összekötjük, vagy nem. Tehát ilyen véletlen módszerrel hozunk létre akármilyen nagy gráfot, és ők ennek a tulajdonságait elkezdték vizsgálni. Ebből hatalmas elmélet nőtt ki, és természetesen felvetődött a kérdés, hogy vajon az így előálló gráfok jó modelljét jelentik-e az internetnek. És elsősorban az internet érdekelte a természetesen a Microsoftnál dolgozó kutatókat is, mert hát értelemszerűen ez egy fontos dolog volt, hogy lehet modellezni az internetet. Ha erre a keresztrejtvényszerű ábrára gondolunk, egy véletlen gráf az egy ilyen szürke, egységes szürke valamit hoz létre, és ha nem 100 csúcsút, hanem 1000 csúcsút rajzoltam volna ide, az valahogy ilyen szürkének, egységes szürkének néz neki. Ami azonban egy érdekes dolog ezeknél a véletlen gráfoknál, az a fokok elosztása, tehát hogy itt fölrajzoltam, hogy egy véletlen gráfnál, ahol annyiért teszek bele, úgy választom a valószínűséget, hogy minden az átlag fokszám az 10 legyen 100 ponton, egy ilyen ábrát kapunk, ami nagyon hasonlít egy ilyen haranggörbéhez, vagy normális eloszláshoz, és valóban lényegében az is. A való életbeli gráf fokainak eloszlása az tipikusan egész máshogy néz ki. És ez igaz majdnem minden való életbeli gráfra, akár az emberi agyból indulunk ki, akár társadalmi kapcsolatok gráfjaira, és így tovább. Itt a fő különbség nem az, hogy az előző ábrában a szimmetrikus, az is fontos, de itt nem ez a fő különbség, hanem itt a legnagyobb az egy, aztán a dolog lecseng, ami lényeges az, hogy ez nagyon-nagyon lassan cseng le. Hát itt még az átlag fok megint 10, de még 60 körül is vannak. Ezt egyébként már korábban megfigyelték, sőt még a II. Világháború előtt társadalomtudósok megfigyelték, és ők CIPF jelenségnek nevezték ezt a dolgot. És ez ellentmondott igazából mindannak, amit az ember statisztikából tanult, mert statisztikából azt tanulta, hogy minden eloszlás közelítőleg normális, és ennek megfelelően úgy kellett volna, hogy kinézzen, mint az előző ábrán látható eloszlás. Ez szokás skálafüggetlenségnek vagy heavy-tail tulajdonságnak is nevezni, és a való életbeli gráfok fokszámainak az eloszlása ilyen. Úgyhogy a kihívás az volt, hogy ha véletlen gráfok, az internetre is ez igaz, hogy a véletlen gráfoknak a fokszámának az eloszlása az más, mint az internetnél, akkor vajon lehet-e valamilyen módosított véletlen módszerrel mégis leutánozni az internetnek ezt a tulajdonságát. És hát ez volt az a nagy áttörés, amit 1999-ben Albert Réka és Barabási Albert László két cikket írtak, és az egyikben az egyik van elől, a másikban a másik van elől, úgyhogy én a írásban Barabásit tettem elő a képen, meg Albert Rékát. Ők ezt leírták, csináltak egy nagyon egyszerű konstrukciót, ami reprodukálta ezt a bizonyos CIPF jelenséget. Nem nagyon érdekes megint, lényeg az, hogy egy ilyen növekvő sorozat, aminél mindig egy új csúcs születik, és az a szereti magát, nagyobb valószínűséggel köti magát azokhoz a más csúcsokhoz, amiknek a fokszáma nagyobb. Tehát ha valamelyiknek már a fokszáma kétszer akkora,
akkor kétszer annyira szereti magát, mindig véletlenszerűen köti magát, de azért előnyben részesítve azokat a meglévő csúcsokat, amiknek a fokszáma nagy. Tehát egy ilyen sznobizmus, egy ilyen sznob rendszer, aki egy ismert ember, az, amit mindenki szeretne összeismerkedni. És ők ezt megmutatták, hogy ez reprodukálja ezt a jelenséget, és hát ezzel halatlan nagy áttörést értek el, és ezután tényleg a hálózat elméletben ez az ő modelljük, és különböző más hasonlóan hangzó, de más alapokon múló modell, és hát bevezetésre került. Hadd mondjak el nagyon röviden még egy matematikai dolgot, amit ugyancsak alapvető fontosságú ebben az elméletben, a nagy hálózatok elméletében, és ami ugyancsak Magyarországhoz kapcsolódik, magyarokhoz kapcsolódik, ez Semmeridi regularitási lemmája, ami az egyik motivációt abban, hogy ő az Abel-díjat, tehát a matematikai Nobel-díjat pár évvel ezelőtt megkapta. Megint csak ez a keresztrejtvény ábra, amit itt bal oldalon látunk, és most azt csinált, méghozzá ezt most úgy rendeztem, hogy így a jobb oldalt legyen sűrűbb, azt hiszem ez egyszerűen a fokszámok növekedése szerint. Tehát itt vannak azok az oszlopok, amikbe kevesebb fekete pötty van, és jobbra tettem azokat, amikbe sok fekete pötty van, és szimmetrikusan ugyanígy a sorokkal. Aztán ezt földaraboljuk így mondjuk 9 részre, és minden ilyen részen kiátlagoljuk. Tehát a bal felső csücsök az ilyen halvány szürke lesz, a jobb alsó az meg sötét szürke. És akkor nézzük ezt az ábrát. Semmeridi azt bizonyította be, hogy ez megvalósítható úgy, ha gondosan rendezzük a csúcsokat, hogy ha veszek én itt egy négyzetet, és megnézem, hogy ott a másikban, ahonnan megkaptam átlagolással, mi van, az jó közelítéssel véletlenszerű. Ez azt jelenti, hogy akkor ez a rész, ez úgy nagyjából úgy tekinthető, mint egy véletlen gráf, és a véletlen gráfoknak már hatalmas elmélete van, és itt az eredeti gráfnak egyáltalán kell véletlennek lenni, az bármi lehet, akár egy társadalmi struktúrából, vagy bármiből adódó gráf. Ennek nagyon nagy jelentősége van. Én most itt megpróbáltam megfogalmazni később, tehát ő még ezt a 70-es években bizonyította, 40 évvel későbbre született meg ebből egy paradigma, ami azt mondja ki, hogy ha van egy nagy struktúra, és itt ezt alkalmazzuk nem csak gráfokra, hanem nagyon sok minden más struktúrára is, ez fölbontható 3 részre. Van egy szigorúan struktúrált váz, erre épül egy véletlenszerű zaj, és még van egy kis hiba is. Most, hogy mi különbözteti meg a zajt és a hibát? Hát az, hogy a zaj véletlenszerű, az nem rossz, az jó. A véletlent, azt tudjuk kezelni. Vannak a nagy számok törvényei, van az egész valószínűség számítás. A véletlenszerű részt, azt tudjuk kezelni, azt meg tudjuk érteni. A hiba az, ami fölött semmi más kontrollunk nincs, mint hogy ez általában kicsi. Tehát például, hogy elmagyarázzam, hogy ez mit jelent, aztán tudom, hogy késő este van, abba hagyom a matematikát, de ezt még megteszem. Tehát itt van ez, amiből kiindultunk, ez a váza. Ez nagyon egyszerű szerkezetű, egyszerűen néhány számmal leírható, megmondom, hogy itt milyen sűrű, mennyi a sűrűség, mennyire szürkék az egyes négyzetek, akkor ezt tudjuk. Ha innen tovább lépünk, akkor a következőt csinálhatjuk. Itt minden ilyen részben véletlen, megfelelő sűrűséggel beteszünk egy véletlen gráfot, igazi véletlen gráfot, kapunk egy másikat, ami igazából egyszerűen leírható, mert én most elmondtam, hogy kell leírni, ha tudom ezeket a számokat,
amik itt a szürkeséget, szürkének a fokozatait leírják, kevés szám, akkor ezzel itt csináltunk egy ilyen keresztrejtvény ábrát, ami egy gráfot ad meg. Na most a lényeg az, hogy ez a gráf, és amiből kiindultunk, ez nagyon sok szempontból nagyon hasonlít egymásra, tehát ez egy modellje annak a gráfnak, amiből kiindultunk. Hol van itt? Ugye a vázat azt láttuk, a véletlent láttuk, az az, ami itt rátelepszik. Na most a kettő közti eltérés, bocsánat, az valamilyen értelemben kicsi, itt már kezd technikai lenni a dolog, hogy milyen értelemben lehet azt mondani, hogy mondjuk itt ez a középső rész, ami teljesen más, mint itt a középső rész, de mind a kettő véletlenszerű, és emiatt nagyon hasonlóan viselkedik. Még egy ilyen matematika. Ez egy gráf, én most nem ideírtam, hogy milyen módszerrel kaptuk, de nem nagyon lényeges. Valahogy csináltunk egy nagy gráfot. És ez nagyon hasonlít ehhez. Tehát ez majd előjött, hogyha messziről nézem, vagy ha mondjuk nem 200 csúcsot, hanem 1000 csúcsot vennék ide, akkor az majdnem ugyanaz lenne, mint ez az ábra itt jobb oldalt. És valóban, ha ezt minden határon túl növeljük, akkor valamilyen értelemben ez itt a jobb oldali ábrához tart. Hát ebből kialakult egy elmélet, persze el kellene mondani, hogy ezek a gráfok sorozata konvergál. Nagyon hasonlóan, mint ahogy számok konvergálnak egy számhoz, ezek a gráfok konvergálnak ehhez az ábrához, ami egy függvény, egy kétváltozós függvény. És hát ennek kidolgoztuk az elméletét, ebben benne volt Sós Vera, akit már említettem, akitől az egész elméletet tanultuk, és hát ő jóval 70 éves kora fölött is abszolút fontos és nagyon aktív szerepet játszott ebben az elméletben, meg Katit is, Westergombi Katit is mutattam már még a fazekasból. Úgyhogy ezt kidolgoztuk. Na, aztán ennyi volt a Microsoftnál, utána hazajöttem, 2006-tól az ELTE-n tanítottam megint, ami az ELTE-n való tanítás, hát vagy ennek az időszaknak két produktuma volt, írtam egy könyvet erről a témáról, az Amerikai Matematikai Társulatnál jelent meg, meg hát sikerült néhány kiváló fiatalt ebbe a témába bevezetni. Természetesen mindegyik az ELTE-n végzett, ők itt... többségük ma a Matematikai Kutatóintézetben dolgozik, Szegedi Balázs és Abért Miklós lendületes és ERC nyertes mind a kettő, tehát megfelelően el tudják látni a többi fiatalt, vagy el tudják tartani a többi fiatalt. Nagyon aktív csoport van. Itt csak azokat írtam föl, akikkel én foglalkoztam közvetlenül. Aztán az MTA-hoz kerültem, és akkor a hálózatok mindenféle egyéb módon kapcsolatba kerültem velük. Nem igazán annyira izgalmas, mint amikor az ember a tudományos eszközökkel kell, hogy foglalkozzon a hálózatokkal itt. De még egy tanítványomat azért hadd mutassam be. Ez egy régi kép, három Lovász László látható rajta, édesapám meg a fiam. A többi gyereket is. Ugye egy kicsit az embernek szabad a saját családjáról is mondani valamit. Itt van négy gyerekünk, három lány, akik énekelnek, és a fiam, aki kíséri őket zongorán.
És végül egy fejtörővel fejezem be. Ezen a képen két olimpiai aranyérmes látható. Ki tudják-e találni, hogy kik? Tehát ugye itt öt föl lehet talán ismerni a fiam, matek olimpián kapott aranyérmet, de ki a másik? Senki? Szilágyi Áron, úgy van. Itt Pósa Lajos táborában vannak, tehát mind a ketten, és ott figyelnek nagyon. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog. És ezzel köszönöm is a figyelmet. Köszönjük szépen, és a kérdéseknek adunk most teret. Aki kérdez, kérem, tegye fel a kezét, hogy egy mikrofonnal oda mehessünk. Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm szépen, Boros Péter vagyok. Azt szeretném kérdezni professzor úrtól, hogy a jelenlegi matematika tanításnak milyen irányba megy Magyarországon a matematika tanítás? Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát először is azt úgy gondolom, hogy a matematika tanítás Magyarországon nagyon nagy hagyományokra néz vissza, főleg ami a tehetséggondozást illeti, és ennek ma is megvannak a lelkes támogatói. Ha két ponton kritizálnám a mai helyzetet, akkor ezek egyike a merítés, az az érzés, de ez nem csak a matematikára vonatkozik, általában a tehetségek tekintetében nagyon be van, én meglátásom szerint nagyon be van merevedve a társadalom. Nyilván itt erőfeszítést kéne tenni. A matematika tanítás még valamennyire talán azok közé tartozik, mivel ugye a matematikai tehetség az elég fiatalon fölismerhető, hogy talán tehetséges matematikus fiatalnak szegényebb környezetből is van esélye arra, hogy bekerüljön a tehetséggondozásba. Más területeken ez talán még rosszabb a helyzet. A másik, ami nekem nem annyira tetszik, az, hogy nagyon elment a versenyre való felkészítés irányában. Valószínűleg nem csak a matematika tanítás, de én arra látok rá. Én mondjuk már gimnazista koromban, mint ahogy ki is derült, találkoztam olyanokkal, akiktől nem csak versenyfeladatokat hallottam, hanem matematikai problémákat, illetve akik elmeséltek valami érdekes matematikai elméletet. Surányi Jánoshoz jártam, aki a prímszám elméletnek a meglehetősen bonyolult dolgairól beszélt érdekesen, kezembe nyomta Landau-nak a könyvét, ami nem egy könnyen olvasható számelmélet könyv, ha van itt valaki, aki próbálta esetleg olvasni. És akkor azt én mindig ugye elolvastam belőle egy részt, és akkor legközelebb, amikor találkoztunk, akkor ő elmondta, hogy de igen, de ezt lehetett volna szebben is csinálni. Itt a Landau talán kicsit túl formális volt, és így tovább. Tehát ez a fajta bevezetés a tudományos kutatásba, ezt keveslem a mai rendszerünkben. Köszönöm.
Jalovecki Lászlónak hívnak. Én annyit szeretnék itt még megkérdezni, hogy az elméleti matematikai kutatások, ilyen algoritmus elméleti vagy hasonló kutatások eredményei, azok a gyakorlati alkalmazott szerepüket milyen gyorsan találják meg ön szerint? Tehát, hogy milyen, hogy sikerül összepárosítani az elméleti matematikai lehetőségeket a ipari, vagy pénzügytechnikai, vagy mobiltechnikai, bármiféle valós alkalmazásokkal? Mennyire állunk ebben jól? Én úgy látom, hogy itt nagy a szórása annak, hogy ez mennyi időn belül történik. Amikor van egy nagyon gyors fejlődés egy területen, mint például a számítógépek területén volt a 70-es, 80-as években, akkor nagyon hamar megtalálják az eredmények az alkalmazásukat. Aztán más eredmények pedig esetleg, hát nem tudom, évtizedek múlva jutnak el oda. Ugye a fizikának nagyon sok kérdése az nagyon nehéz matematikán alapul, és néha szerencsés esetben az a matematika már ki van dolgozva. Erre nagyon jó példák vannak, ugye hát például Einstein relativitás elméletéhez a matematika már akkor ki volt dolgozva Gauss, Riemann, Minkowski munkája alapján. Nehéz erre így válaszolni, de van arra is példa, amikor főleg itt a számítógépek fejlődése kapcsán, hogy nagyon hamar fontos, gyakorlatilag fontossá váltak elméleti eredmények. Elmondok egy példát a saját életemből. A holland és német barátommal együtt egy könyvön dolgoztunk. A könyvbe leírtunk egy fejezetet. A fejezetben volt egy tétel, aminek volt egy feltétele, ami a különböző publikációkban mindig azzal szerepelt, hogy de hát ez gyakorlatban úgyis mindig teljesül. De azért úgy nem volt világos, hogy ezt a feltételt tényleg meg kellett tenni, és akkor elkezdtünk ezen gondolkozni, aztán egyszer együtt voltunk, ők hazamentek, én gondolkoztam ezen tovább, és akkor rájöttem, hogy lehet ezt a feltételt kikerülni. Senkit nem érdekelt önmagában. Egy olyan feltétel volt, ami a tétel minden alkalmazásánál teljesült. De a módszer, amivel ki lehetett kerülni, az matematikusok részére bázis redukció volt, algoritmus volt, ami aztán egy olyan alapalgoritmus lett számítógépek biztonságának a tesztelésében, hogy része minden ilyen erre vonatkozó rendszernek. Tehát ahol a számítógépek bizonyos fajta, főleg a kriptográfiai módszerek nem elég erősek, ott ez a módszer deríti ki. Hogy ez miért lett, én nem tudom, nem ezt akartuk, nem ezen gondolkoztunk, de végül is ez jött ki belőle. Tehát ez egy nagyon gyorsan alkalmazódó eset volt. Ez az algoritmus nem lett lepatentolva. Tipikus magyar történet. Nem, ez azért nem annyira rossz. Lehetséges néhány évvel később hasonló algoritmusokat amerikai kollégáink azok szabadalmaztattak és meggazdagodtak belőle. Ez a public domainbe került és ott is maradt. Feledi Péter vagyok, jogász. Kettő darab rövid kérdésem lenne, de a válasz az lehet, hogy kötetni lehetne. Az egyik, hogy a rektor úr utalta a filozófia és a matematikának egymásra való hatására, összefüggéseire, a gondolkodásmód hasonlat, szóval nem tudom. Ön hogy látja ezt a dolgot, hogy van valami érdemi olyan kapcsolat, ami hajtja a másikat, foglalkoztatja, vannak közös problémák? A
Kettes számú kérdésem, hogy minden jellem hat arra, ahogy egy szakmát gyakorolunk, és az gyakoroló szakmánk visszaad a jellemünkre, kicsit sarkítva fogalmazva. Én megismerem a jogászokat, ha nem egy idegen társaságban vagyok és dumálok akármiről, hamar megismerem a jogászokat. A matematikusságnak milyen karakteres jegyei vannak, ami túl van a matematikán, de ha bemegy egy üzletbe, vagy veszekszik valakivel, vagy autót vezet, vagy nem tudom mit csinál, fürdik. A harmadik, az nem kérdés, az csak egy megjegyzés. Nem tudom, emlékszik-e, hogy melyik volt az a televíziós műsor, amelyik önt fölfedezte, egyetemista, vagy talán még gimnazista, akkor nem egyetemista lehetett, 72-73-ban. Akkor volt egy fiatal tehetségeket bemutató portrésorozat, Kezdőkör volt a címe. Igen. És a Hárs Gyuri kollégám most lesz 80 éves, aki ezt csinálta önnel, aztán én vettem át ezt a műsort. És csak úgy jelzem mindenkinek, hogy annyi értékes embert mutattunk ott be, ifjú titánként, és ezeket a műsorokat letörölték. Na, de a két kérdésem van, hogyha röviden tudna válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az első kérdésre nem igazán tudok röviden válaszolni. Nyilván más a módszertana, a gondolkodási módja a matematikának, és más a filozófiának. Valamilyen értelemben a matematika egyébként a joghoz közelebb áll. Ott nagyon sok hasonló meggondolás van, és annak idején Amerikában megfigyeltem, hogy nagyon sok matematikus alapszakot végző jogásznak ment. Tehát ez ott egy tipikus életpálya volt, vagy tanulmányi pálya. Második kérdésre hadd mondjak el egy történetet. Azt hiszem tökéletes választ fog adni több szempontból is. Egyszer Maastrichtben volt egy konferencia, elhatároztuk a családdal, hogy nyáron elmentünk autóval Hollandiába egy héttel korábban, béreltünk egy kis házat a tengerparton, és aztán elhatároztuk, hogy a család ott marad, de elvisznek engem autóval Maastrichtbe. Hát Hollandiában nincsenek távolságok, ugye azt tudjuk. És akkor megérkeztünk Maastrichtbe, és akkor fölvetődött a kérdés, hogy na jó, de a Maastricht, de hova? És akkor kiderült, hogy persze a konferencia anyagot azt Pesten hagytuk, azt a fogalmunk sincs, hogy hova kell menni. Mit csináljunk? Én emlékeztem rá, hogy melyik partján van a szálloda a Maas folyónak, és úgy mondtam, hogy ha látom a szállodát, akkor megismerem a nevét. Úgyhogy autóztunk föl s alá Maas megfelelő partján. Egyszer Kati lányom azt mondja, ott vannak a matematikusok. Ő egyet se ismert belőlük. És hogy még a sztorinak az utolsó matematikusra jellemző részét is elmondjam, amikor elmondtam ezt a szervezőknek ezt a kalandot, akkor ők azt mondták, ó, az semmi, a másik meghívott előadó, az egy évvel korábban érkezett a konferencia. Kicsit zavarba vagyok, hogy most fölállok egy kérdést föltenni, mert a Vász professzor 50 éve ismerem, és számos alkalmam lett volna, és van megkérdezni, most eszembe jutott. Kaptuk ezt a kis füzetkét, és ebben van egy idézet, bocsánat, a tudományos kutatás 1%, ez egy nagyon nehéz kérdés lesz. Nagyon nehéz kérdés. Tudományos kutatás 1%-ában sikerélmény, 99%-ában kudarcélmény. De mindezért a heuréka pillanat kárpotolja a kutatót. Na most az a kérdésem, hogy melyik volt az a pillanat, ami a leginkább érezted úgy, hogy kárpotolt? A sok heuréka pillanat közül. Nehéz erre válaszolni, de és csak a szakembernek tudom mondani, úgyhogy elnézést kérek.
amikor az ötszög Shannon kapacitására megpróbáltam a ma szemidefinit optimalizálásnak nevezett, akkor még névtelen módszert, és alkalmaztam, és volt egy ilyen kis nyomogatós gépem, és azon kiszámoltam a megfelelő koszinuszokat, a négyzetgyök 5-nek kellett kijönni, kijött valami szám, négyzetre emeltem, és az azt mutatta, hogy 4,99999, erre máig emlékszem, arra a pillanatra, amikor az kijött. A kérdést annak a kedvéért mondom, hogy a heuréka pillanatra kérdezett rá a kérdező. Még kérdés esetleg? Akkor még egyszer nagyon szépen köszönjük Lovász Lászlónak a remekbe szabott, nagyon méltó nyitó előadását, és bízom benne, hogy a sorozat további epizódjai is hasonlóképpen folytatódnak. Egyúttal az egyetem nevében is gratulálunk kinevezéséhez az akadémia elnökének. Megválasztásához, bocsánat. Szeretnék köszönetet mondani a hallgatóságnak is, akik bebizonyították egy sejtését az alumni szervezetnek, hogy van érdeklődés valamennyi kar részéről olyan személyek, olyan alumnusoknak az előadásai iránt, aki valamely karról került ki az egyetemről, az egyetem falai közül. Egyúttal felhívom a figyelmet, hogy a következő ELTE sikerek előadás június 7-én, ugyancsak szerda esti időpontban kerül megrendezésre, Tölgyesi Péter lesz a meghívott előadónk. Majd a nyári szünetet követően október 4-én Persányi Miklós fogja folytatni. Egy tanévben 5-6 előadó fog reményeink szerint sorra kerülni. Önök, akik itt ülnek, volt szerencséjük értesülni erről a rendezvényről. Valamennyi sorozatunkat, illetve a következő epizódokat időben megkaphatják azok, akik regisztrált alumnusaink itt a helyszínen, illetve online is lehet regisztrálni, tehát megszólíthatóvá válni az alumni szervezet által. Egyúttal szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy felmérjük a mentorálással kapcsolatos lehetőségeket. Mindenki a székén talált egy papírt, amin be lehet jelölni, hogyha valaki vállalna mentorálást, illetve ha mentort keres. Aki úgy gondolja, hogy elvileg érdekli ez a lehetőség, azt arra kérem, hogy a megfelelő rubrikába tegyen egy jelet. Ha esetleg nem regisztrált és a nevét nem tudtuk kitölteni, akkor azt is töltse ki, és adja le az egyik szervezőnek a kijáratnál. Úgyhogy ismételni tudom a szlogenünket, hogy örök diákjainkat visszavárjuk. Még egy rövid közleményem van. A tevékenységünk folytatásához, illetve az ELTE tehetséges rászoruló hallgatóinak a támogatásához az ELTE Alumni Alapítvány örömmel fogadja támogatásaikat. Köszönöm szépen jelenlétüket!